A gyerekek izgatottan várták a Mikulást a Puskin művelődési házban. Bánhida területéről az összes óvodás és az alsó tagozatosok a Jókai iskolából érkeztek ma ide a meghívásomra, illetve a Mikulás meghívására, ugyanis a mai nap, ma este már Szent Miklós napja várható, és hát ugye a csizmák kipucolása helyett én a szemeket, lelkeket szeretném csillogóvá varázsolni a mai műsorral. Én vagyok az Igrit, a Mikulás barátja, és a barátomat, a Mikulást keresem. Láttátok már erre? Nem láttátok? Hát akkor én most összecsukom a varázshelikopteret. Ez egy varázsesernyő egyébként. Egy Igricet hívtunk, aki egy elvarázsoló művész, mert a négy évszak szerinti Mikulás járást, hiszen a Miklós nap a világ négy táján nem ugyanúgy hóesésben érkezik, van, ahol a strandon kell Miklóst köszönteni, és hát ugye Szent Miklóst mindenütt nem is ünneplik, ezért ő ezt végigjátsza, utána pedig a Mikulás keresésére indulunk, és a Mikulás fogja osztani az én segítségemmel elkészített csomagokat. Igricünk a gyerekek aktív közreműködésével a közönséget is megénekeltette. Megérted, hogy hol a pénz, jöttök? Decemberre idején. Megérted, hogy hol a pénz? A várakozás időszakát érjünk egyébként is az adventben, és hát a Mikulás a beköszöntője ennek, amely, hát ugye aki a járatos abban, hogy Szent Miklós hogyan osztotta az ajándékokat a rászorulóknak, ma már ez kiszélesítve minden egyes gyermek számára, sőt felnőtt számára is ünnepnap. Gyakorló szülőként és nagymamaként a képviselő asszonynak nagy gyakorlata van az ajándékozásban. 14 unokám van, de hát ugye ott már a gimnazisták már nagyon nagyok, de érdekes módon, mikor meglátogattak az elmúlt hétvégén, azt kérdezték, hogy mama, adventi kalendárium van? Ugye azért a gyermekség életünk végéig, míg szülők vagyunk, vagy szüleink vannak, megmarad.